itt vagyunk egy csodálatos környezetben, a Glamour Woman of the Year díjátadó előtt egy héttel rendezett kis reggelin, ami pont nőnapra esett, így remek apropó volt arra, hogy az összes jelöltet meghívják, és pódiumbeszélgetéseket tartottak a különböző témákban, de hát nézzük meg, hogy miről beszélgetünk. Nagyon jó érzés, és hát remélem, hogy nincs ilyen boldogan, mert az az igazság, hogy nagyon fáradt vagyok, tehát hogy a smink alatt nem tudod, mit érzel, de túl vagyok egy olyan gyönyörű vagy, igen, semmi nem látszik. Jól érzem magam, és remélem, hogy ez minden is minden előtt fog alakulni, ahogy eddig. Szeretnék én is egy sikeres anyuka lenni, egy édesanyja, jelen a gyerekemmel való kapcsolatban, illetve ugyanis folytatni azt, amit ezelőtt elkezdtem énekelni, feljutni ebben, minél több adat megtanulni, és ezt így tovább vinni a kettőt egyszerre. Nyilván nehéz feladat lesz, szerintem erről ők sokkal többet tudnak majd mondani, sokkal okosabbakat, mint én most, de azt gondolom, hogy semmi nem történik véletlenül, és elképesztően boldog vagyok, hogy 21 évesen tudnak. De hogy összeegyeztethető valóban a karrier és a gyermekvállalás, én azt gondolom, hogy valójában ez egy borzasztó nehéz vidikóka. Tehát onnantól kezdve, amikor nekem megszülettek a gyerekek, én 100%-osan átadtam magam a gyerekekre. És az első három év az tényleg arról szólt, hogy én csak velük foglalkoztam, csak az ő kis mindennapjaiknak éltem, hogy azok minél szebbek legyenek, minél gyönyörűbbek különöztem, aki jó a súlyoztam, hogy vele résentem, de egyébként meg valahogy ez volt a fókusz. És nem azért, mert én erre akartam feltétlenül csak fókuszálni, mert azt éreztem, hogy én csak erre tudom. Kérdő segítségével és a család segítségével, hogy megtaláltam azt a harmóniát, akkor mi különösségével, ami foglalkozol. Tehát lehetséges, és azt mondom, minden fiatal nőnek, lánynak, igenis, simán vágyanak bele, de kell